Corvin lapok. Fejezetek a kibeszéletlen magyar történelemből. A Pendre műsora. Szeretettel köszöntöm a Karcz FM stúdiójában ismét Bertalan Péter történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársát. Köszönöm, hogy eljött. Van mit folytatnunk, ugyanis két részben már beszéltünk 11. Piuszról, és hát óhatatlan, hogy folytassuk, akkor az ő államtitkárával, Pacelli Bíborossal, aki aztán a követte is őt a pápai trónon, 12. Piusz. Igen, nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr, hogy itt lehetek. 12. Piusz pápa, aki tulajdonképpen személyében, gondolkodásmódjában azt a nagyon tiszteletre méltó hagyományrendszert követi, hogy egy olyan személyként jelenik meg a pápaság történetében, a pápaság univerzális történetében, amely személy családilag is, gondolkodásmódjában, szocializációjában, és az egész életének a tanúságával méltó arra, hogy eljusson Szent Péter trónusára, és megvalósítsa azt a rendeltetést, ami a Vatikán számára több ezer éves múltja, és nagyon szilárd jelene, és jövője szempontjából olyan fontos. Én azt gondolom, hogy a 20. század egyik legfontosabb történelmi személyiségéről van szó, nem csak az egyháztörténetben, hanem a világi történetben is megjelenő olyan személyről, aki nem csak elszenvedője, nem csak a történelem kemény sodrában sodródó, hanem a történelem kemény kihívásait álló és a történelem legjelentősebb csomópontjait át és megélő és személyében alakítója is az egyetemes katolikus egyháztörténetnek és a világtörténelemnek is. Ahogy kezdtük tulajdonképpen már 11. Piusznál is, mutassuk be, hogy honnan az ő származását. Ugye 11. Piuszról elmondtuk, hogy egy polgári iparos családból származik. Ezzel szemben 12. Piusz, ugye Pacelli Bíboros, ő pedig egy gazdag arisztokrata családnak a harmadik gyermeke. Igen. Érdekes, hogy mégis így egymást, tehát hogy az mutatja azt, hogy nem ez számít, hanem egymásra megtalálta 11. Piusz ő benne azt, hogy ki legyen majd a Gaspari államtitkár nyugalomba vonulása után az államtitkára. Tehát a gondolkodás volt azonos, úgy érzem. De. Igen, ahogy előbb mondtam, ahhoz, hogy valaki betöltse és valamilyen módon az egyetemes katolikus anyaszentegyháznak bármilyen pozíciójába bekerüljön, és át és megélje annak a pozíciónak a minden jelentős csomópontját, ahhoz kell egy élethivatás, kell egy elhivatottság. Ezt a elnézést, hogyha egy kicsit a vallás szociológiáról beszélek, ha valaki elhivatottságot érez az egyházi pálya iránt, és az egyházi pályán szeretné kiteljesíteni a saját élethivatását, annak valamiféle többletre van szüksége. És én azt gondolom, hogy ez a többlet, ez 12. Pius pápában már nagyon korán megvolt. Nagyapjának tulajdonképpen az élete, a nagyapjának, aki 16. Gergely pápa pénzügyminisztere, aztán 1851-től 1870-től... Ne felejtsük el, hogy akkor még pápai állam volt. Volt, igen, vatikáni állam. Tehát 9. Pius pápa belügyminisztériumi államtitkára, jogász, tehát az egész család annak a hálózatnak a tagja, és jó értelemben annak az egyházi, nagyon finom neveltetéssel rendelkező családoknak a képviselője, ahol hagyománya van
az egyházzal való jó kapcsolatnak. Mondhatnám azt, hogy az isteni hívószóra füle van, és lelki mélységekben is átérzi azt, hogy ezt a hivatást, ezt nem egyszerűen csak egy professzióként, hanem ezt egy komplex életfelfogásként lehet értelmezni. És hát tulajdonképpen a nővére is, és az egész család az isteni gondviselésnek a hagyományrendszerét követi. Na most, hogyha egy picit megnézzük, akkor itt a kisgyermekkortól elkezdve az iskoláztatás is, ami több esetben egy nagyon kemény nevelést jelent. Az egyházi iskolákban való, ha valaki ismeri az egyházi iskolák rendszerét, akkor tudja azt, hogy nagyon szisztematikus felépítése tantervek szerint ezeknek az egyházi iskoláknak. Ezek közül ugye kiemelkedtek a jezsuita iskolák, ahol a legkomplexebb nevelés, a legkomplexebb szellemi felvértezése zajlik a jövendő egyházfiaknak, ugyanis azoknak, akik erre a hivatásra adják magukat, azoknak nem egyszerűen a történelmet értő és a kihívások elől meg nem futó személyiségeknek kell lenni, hanem olyan vitakultúrával, olyan megfelelő, és ezt most elnézést kérek, talán a mai korszakunkban ebben nem leszek túl népszerű, megfelelő keménységgel és morális töltettel kell rendelkezni, ami napjainkban azért néhány esetben nem látható, vagy ha keményebben fogalmazok, jó lenne, hogyha ez a elhivatottság és ez a morális megingathatatlanság napjainkban is egy ilyen kicsit posztmodern, és én úgy szoktam mindig mondani, posztmodern, kiszámíthatatlan világban, vagy posztmodern, nem tudom már, hogy ma miben élünk, ebben a világban is lelki töbletet és kapaszkodót jelentene, hiszen 12. Pius jár egy jezsuita szemináriumba, aztán a híres Gregorián a pápai egyetemre, ahol filozófiát, jogot, történelmet, irodalmat kap, teológiai doktorátus szerez, jogi ismereteket és a jogi doktorátust is megszerzi, és hát tulajdonképpen erre a rendkívüli komplex szaktudásra, aminek van egy morális talapzata, erre építi fel a későbbi karrierjét, ahogy szerkesztő úr bölcsen mondta, Gaspari Vívoros veszi észre, hogy tulajdonképpen itt egy olyan ifjú ember van, akit azonnyomban be lehet dobni a mély vízbe, a kongregáció titkára lesz, mondhatnám a kapuőrnek a kapuőre. Tehát magyarul megint csak engedjék meg, hogy egy kicsit távoli kifejezéssel olyan zsiliprendszer, és egy olyan szűrőrendszer, ami nem könnyű átjutni. A kongregáció titkára az a kapuőrnek a kapuőrje, ahogy az előbb mondtam, aki megszervezi a bíboros államtitkár napirendjét, és megszűri még a bíboros államtitkár elé kerülő ügyeket is. Hiszen egy bíboros államtitkár, ahogy a múltkor is mondtam, felel azért, hogy a pápa, a mindenkori pápa, az csak olyan ügyekkel foglalkozzon, amely ügyek már azért letisztultak, és számára, ez megint vezetés elmélet, nem rögtönözni kell a véleményét. Ugyanis, ha valaki a diplomáciában járatos, az tudja azt, hogy még ha gyorsan is kell dönteni bizonyos diplomáciai kérdésekben, itt óriási súlya van a legkisebb mondatnak is. És ezért, amikor oda kerül akár 12. Pius elé, akár az utódai elé, bármilyen Vatikánt és az egész, először lágyabban mondva, vagy szűkebben mondva, Olaszországot, aztán Európát és a világegyházat érintő ügy, akkor a pápának gyorsan kell dönteni ugyan, de mégis kristálytisztán, minden hátsó eredővel tisztában kell lennie, hiszen egy szava, és ez a mai globalizált világunkban még inkább érvényes, egy mondatára milliárdok figyelnek. És azt a mondatot, amit mond, azt,
azt a modern média azért már a 20. század elején is a modern médiának a csírája létezik, azt világgá kürtölte és társadalmasította. És minden olyan mondatnak, amit a Szentatya akár a világháborúk ideje alatt, akár a két világháború között, akár a mai modern világunkban megemlít, annak súlya van. Még ha az egyház a hitvallása szerint frontpolitikát nem is folytathat. Mégis azt gondolom, hogy ahogy szoktam mindig mondani, és mondtam talán ezelőtt két alkalommal, hogy az üzenek, de nem parancsolok, vagy az üzenek, nem parancsolok, de orientálok diplomáciai törvényének a Vatikánban minden esetben hagyománya és tradíciója van. És itt Gaspari tulajdonképpen észreveszi, hogy a fiatal Pacelli családilag, gondolkodásmódban, morális tartalomban, életfelfogásban, élethivatásban felkészült arra, hogy a legfinomabb diplomáciai problémákat gyorsan és jól megoldja. Hát olyan komoly feladatot is kapott, Münchenbe nevezték ki apostoli nunciusnak. Amikor kinevezték, akkor még tartott a világháború, de utána a legkegyetlenebb helyzetbe került, ugyanis lehet, hogy nálunk sokan nem tudják, de Münchenben is volt tanácsköztársaság, mégpedig hát hasonlóan véres kegyetlenséggel működött, mint nálunk. És itt kellett ő neki apostoli nunciusként működnie. Igen, szerkesztő úr, visszatérve egy picit a múltkori beszélgetéseinkre. A forradalmi hullám, ami történelmileg egyébként már az első világháború előtt csirájában létezik, a munkásság ellenőrizetlen ösztöneinek a felbújtása profi politikusok által nem modellezhető. Nem lehet a 21. században sem modellezni azokat a mély tartalmakat és az társadalom mély rétegeiben megjelenő rendkívül veszedelmes ösztönöket modellezni és leírni, amelyek a 19. század végén, 20. század elején a hivatásos baloldali politikusok által elindítatnak. Ugyanis a köztörténetben mindig úgy van, hogy 18-19 és 1918-19 kataklizmáinak a következménye a forradalmi mozgalmak, a visszatérő, frontokról visszatérő elemi ösztöneiket elszabadító, a katonai parancsnokaik parancsait lerázó, forradalmasodó tömegek elemi ösztöneinek megnyilvánulása, akár a boltok széttörésében, akár a vidéki társadalomban, sokszor gyilkosságokban, a polgári értékrend tagadásában manifesztálódó elemi ösztönök esetében. Azt gondolom, hogy ezek már a 19. század végén is léteznek, sőt a 20. század első évtizedeiben is. A hivatásos munkás vezérek, a szakszervezeti vezérek, azok, akik a politikából élnek, és nem a politikáért élnek, azok már a 19. század végén és 20. század elején is, még ha kisebb mértékben is, de elkezdik a tömegek manipulálásának nagyon ravasz és nagyon kiforrott, mondhatnám azt, hálózati manipulációs tevékenység. Hát ez már elkezdődött. Én úgy érzem, egy kicsit korábban is már a nagy francia forradalom idején. Körülbelül onnan indul. Igen, a nagy francia forradalomtól indul, és valahol hálózatosodásban a 19. század végén, 20. század elején jelenik meg, és ha megengedik, akkor talán egy saját magam által hozott hasonlat, amikor a politika a tömegek játékszerévé válik, és kigurul az utcára.
És amikor a politika kigurul az utcára, és a politikát nem az értő, a politika szépségeiért művelő egyének kerülnek a tömegek elé, hanem olyanok, akik a politikából karriert akarnak, most rossz értelembe, mert minden politikusban benne van persze természetesen az érdekartikuláció, de én két politikus típus szoktam megkülönböztetni, az államférfit és a politikából élő a napi ösztöneit, politikai ösztöneit kiélő percemberkéket. És legyünk őszinték, azok, akik a politikában a tömegek lélektanára és a tömegek ellenőrizetetlen lelkiségére appellálva kiszabadítják az ösztönöket az utcán, és elindítják, és itt kapcsolódnék be a baloldali forradalmi mozgalmakba, azok többé-kevésbé a politikából élő, néha csak percemberként megjelenő személyek. Akik mögött azért, tanár úr, nagyon jó indulatú, akik mögött én ezek között mindig látom azt, hogy vannak, akik tudják azt, hogy milyen percemberkéket válasszanak ki, és hogy azokat a percemberkéket hogysmint próbálják befolyásolni, hogy utána azt csinálják a tömegekkel, amit azok akarnak, akik valójában a háttérben vannak, de elnézést az egyen. Igen, szerkesztő úr, ez... Nekem mindig üldözési, nem üldözési, hanem üldözési. Ez a kiválasztódás folyamata. Lehet, hogy a percemberkék egy része maga ajánlkozik a percemberke szerepre, és a percemberkék egy része meg annyira percemberke, és annyira, hogy nem is tudja, hogy ő minek az eszköze. Igen. Ez még talán etikailag, ez sem megbocsátható, mert az ember nézzen körbe, hogy minek az eszközévé válik. Ez már nagyon messze vezetne, és itt visszatérve az eredeti kérdésre, hogy ez a kiváló személyiség, mint Pacelli, megtapasztalja Münchenben is, megtapasztalja, mert az egyházi finom vonalakon azért nem csak Münchenben tapasztalja meg, hanem megismeri, egész Németországból jönnek a hírek a pasztoráló plébánosokról, aztán plébánosoktól és Közép-Európából is, hogy ezek a 18-19-ben, aztán 20-ban, és még azért a Weimári köztársaságban is megjelenő bomlasztó eszmék, ezek mit eredményeznek nem csak az európai politikában, hanem az emberek lelkében. Ó, hát nem csak az európai politikában, hát 11. Pius államtitkáraként meg kellett tapasztalni azt, hogy micsoda keresztény üldözés, keresztény gyilkolás zajlott le például Mexikóban. Ki gondolta volna, hogy Mexikó ilyenné vált, de hát ott is megvoltak ezek az emberek, emberkék, akik ezt elérték. Hát ezeknek az eszméknek, ami ellen 11. Pius is, de 12. Pius is nagyon határozottan fellépett. Ezeknek az eszméknek a jellemzője az, hogy relativizálja az értékeket. Tehát azokat az egyházi értékeket, amiről azért, amelyek egyébként, ha úgy belenézünk, teljesen természetes egyéni, az egyén legbelsőbb morális tartását jelentő értékek, mint hit, a tradícióban, a családi értékekben, az egyén morális küldetésében ezeket az értékeket, ezek az eszmék, amik a 19. század végétől tömegével megjelennek, ezeket az értékeket relativizálják. És ez ellen a vatikáni diplomácia megpróbál akár konkordátumokkal is, 24-ben Bajorországgal, 29-ben Poroszországgal, és hát tulajdonképpen a nunciatúrát Münchenből áthelyezik Berlinbe, tehát megpróbál a Vatikán ott lenni és most ne értsék félre, a Vatikán ott lenni az emberek között. Úgy próbál meg az egyház az emberek között ott lenni, hogy közben megőrzi a vatikáni diplomácia felső rétegének emelkedettségét, az üzenek, de nem parancsolok, nagyon-nagyon kiérlelt morális elvét, és közben pedig a pasztoráló plébánosok szintjén
ott van a megtévesztett tömegek között, és megpróbálja a megtévesztett tömegeket visszaterelni arra a morális sikra, ami ahhoz kell, hogy azok az ordas diktatúrák, amikről már folyamatosan beszélünk ezeken a szép alkalmakon, amikor én itt szót kapok a rádióban, akkor, hogy ezeket az ordas eszméket fölismerjék. Ne csak a politikusok ismerjék fel, az ennek ellenálló politikusok, ebben magyar politikusok, mint Gróf Bethlen István, Klebersberg, Kuno nagyon nagy szerepet vállaltak, hanem, és itt egy Nagybányai Horthy Miklós is, aki fölismerte azt, hogy hol vannak azok a határok, és hol vannak azok a pontok, amikor nemet kell mondani. Na most a kis ember is fölismerje. És ugye itt a felelőssége az egyháznak, hogy a legemelkedettebb, legmagasabb szinttől a legkisebb szintig, és ne értsék félre, nem úgy fogalmaztam, hogy kis ember, a kis nagy ember, tehát a történelemben vannak olyan időszakok is, amikor a kis emberek is hősökké válnak. Na most az egyház, ő hozzájuk is elviszi a hírt, az igét, és a kis ember is nagyjá válik, ha megismeri azt a morális tartalmat, ami ahhoz kell, hogy a történelem hullámverését ne csak egy kavicsként, hanem akár kősziklaként élje át és meg. Na most ebben 12. Pius még nem 12. Piusként is nagy. Innen kell folytatnunk majd, mert kicsit túl is léptünk műsoridőnk felén, és akkor majd folytatjuk a beszélgetést Bertalan Péter történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár Tudományos Főmunkatársával. És akkor folytassuk a beszélgetést Bertalan Péter történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár Tudományos Főmunkatársával. Ugye szó volt az zenei szünet előtt arról, hogy áttették a apostoli nunciatúrát Münchenből Berlinbe. Ez éppen Pacellinek volt a kezdeményezése, mert úgy látta, hogy az egész birodalom, német birodalommal van kellene, tehát nem csak a katolikus Bajorországban, hanem az egész német birodalomban, ahol kisebbségben voltak a katolik, vagy vannak a katolikusok, ott is jelen kell lenni. Tehát valahogy az az érzésem, hogy a Jóisten megpróbálta fölkészíteni őt azokra a nehéz évekre, ami majd a pápává választása után következett. Tehát meg kellett tapasztalni az előbb elmondottakat, az előző részben elmondottakat, hogy mi minden volt a világban, Európában, a világháborúban, azután, és hát így próbált valahogy így
az a cél lebegett a szem előtt, gondolom, hogy valahogy biztosítani ebben a eléggé szörnyűvé váló században a katolikus híveknek az, hogy egyáltalán katolikusok lehessenek. Most ez nagyon leegyszerűsítve mondom, de lehet, hogy nem is jól érzem. De jól érzi, szerkesztő úr. Engedje meg, hogy még egy pár mondatot arról mondjak, hogy Pacelli a müncheni nunciusi időszakában is, és a nunciatúra tevékenységének szervezésében is részt vesz folyamatosan humanitárius, az emberek életét könnyebbé tevő humanitárius akciókban. Szegényeket támogat, hadifoglyokat segít, a háborúban megrokkantak karitatív tevékenységét megszervezi, organizálja, irányítja, és a társadalom mély rétegeihez is el akar jutni. Tehát ez mutatja azt a humanitárius küldetéstudatot, ami már fiatalon munkálkodik a későbbi 12. Pius pápában. Ha már ön így szóba hozta, akkor nem is érdemli meg, hogy megjegyezzük a nevét, de a müncheni tanácsköztársaság, a müncheni kommünt egy olyan ember irányította, akit hát legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy még csak nem is Kumbélához hasonlíthatjuk, hanem inkább Samueli Tiborhoz. Tehát egy ilyen ember volt, és Pacelli vele is meg tudott, hogy mondjam, valami olyan kapcsolatot létesíteni, hogy menteni tudta az embereket, menteni tudta a, mondjuk a hívőket, a katolikusokat, és aztán utána később szintén mentette az embereket, akkor meg már a zsidókat kellett mentenie. Szóval valami hihetetlen érzéke volt, azt hiszem, ehhez is, holott tudjuk azt, hogy valójában egy törékeny, sok betegségtől szenvedő ember volt. Itt egy személyes történetet nem tudom, megengedhetek ezt. Hogyne, persze. Én is megengedem mindig magamnak, amit elnézést kérek. Személyes történet arról szól, hogy egyetemista koromban Pécsről utaztam haza Nagykanizsára, és velem szemközt egy csendes úr ült, akin látszott az életének a tanúsága az arcán és a szenvedése. És én éppen tanultam egy vizsgára, ez már a modernkori szigorlatra való készülésem volt, és a rendszerváltoztatás előtti időszakban domináns tételek voltak a baloldali mozgalmaknak a tipizálása. Aztán persze, hogy ha ezt a korszakot, tehát ezeket a baloldali mozgalmakat meg akarjuk érteni, akkor nagyon sokat kell róluk olvasni, levéltári forrásokat látni, és itt ezeknek a baloldali mozgalmároknak a típusai, azok között megvan a teoretikus, hát hogy fogalmazzam, teoretikus gyilkos, és megvan a pragmatikus gyilkos, és megvan a teóriát és a pragmatizmust háttérbe szólító konkrét tömegeket lemészárló típus is, mint mondjuk Sztálin, mert Sztálinban azért nem sok teória volt szemben mondjuk Trockijjal. A tövük ugyanaz, és ha összehasonlítjuk a két személyiséget, akkor mégis látunk azért bizonyos különbségeket. Most visszatérve a történetre, elkezdtem beszélgetni ezzel az úrral, és kiderült, hogy a kommunista diktatúra által börtönbe zárt, az életét megszenvedő, plébániájával megfosztott, tönkretett élettel rendelkező, de mégis emelkedett jezsuita páterrel beszélgetek. Teljesen véletlen volt teljesen az a vonat. Teljesen véletlen, igen. Az életemben... Erre mondta egy ismerősöm, akinek mondta egy idős pap, hogy fiam, te nem tudod, hogy a véletlen az a Jóisten művész neve? Igen, és a véletlen tényleg a Jóisten művész neve, és viszonylag lassan ment a vonat, és sokat beszélgettünk, és a tételek örve alatt ő nagy szeretettel beszélt velem, utána többször találkoztam már vele, mert egy barátság fejlődött ki belőle. Ő többször olyanokat
mondott a baloldali mozgalmakról, amit csak a legavatottabb személyek tudhattak. És én, amikor leszálltam, megkérdeztem tőle, hogy atyám, hogy ismeri ön jezsuita páterként ezt az egész eszmerendszert, a képviselőinek a gondolkodásmódját, és akkor mondta ezt a mondatot, ami azóta is belém ivódott, így már 50-en felül még inkább bennem van, hogy fiam, ha valami ellen föl akarsz lépni, és valaminek a negatívumát meg akarod értetni az átlag emberek, akkor jobban kell ismerned őket, mint ők magukat. Most ez a mondat belém ivódott, és elnézést, hogy itt visszacsatlakozom akárcsak 15. Benedekhez, 11. Piuszhoz, 12. Piuszhoz, 6. Pálhoz. Ezek a személyek a kiváló képzettségüknek köszönhetően. És nem csak a jezsuita iskoláztatás van ebbe benne, hanem a későbbi egyetemes tudás megszerzése. És itt én nem arra gondolok, hogy a legapróbb kötőjelének a tudása, hanem a generális tudás. Én nagyon értékesnek látom az egyházi személyekben azt a generális tudást, ami az összefüggések látásmódját jelenti. És ezek a pápák, ezek az összefüggéseket is látták. És itt van az, amit szerkesztő úr bölcsen megkérdezett tőlem, hogy tudta azt, hogy ezekkel a front office-ban lévő baloldali mozgalmárokkal, hivatásos, fizetett forradalmárokkal, ezekkel csak úgy lehet tárgyalni, hogyha bizonyos fokú flexibilitást mutat. Nem elvtelenséget, hanem flexibilitást, mert a flexibilitás jegyében ezreknek az életét tudja megmenteni a saját hálózata kifinomult ösztöneivel. És ez a generális tudás, ez a flexibilitás, ez a vatikáni diplomáciára jellemző rugalmasság, ez jelentkezik a konkordátumokban is, ez jelentkezik a diktatúrákat elítélő enciklikákban is, és hát tulajdonképpen ez jelentkezik tulajdonképpen a magyar vonatkozásban az 1938. május 25 és 30 között Budapesten megrendezett 34. eukarisztikus világkongresszuson, ahol talán már említettem a beszélgetésünk során, ahol Pacelli a pápát képviseli. Itt van egyébként Giovanni Battista Montini is. Ő a későbbi hatodik pápa. Igen. Tehát itt csatlakozik be a magyar katolikus egyház történelme a viharos hullámverésektől nagyon hangos 1930-as évek végén, második felének végének történelmébe. És itt már tulajdonképpen itt már államtitkárként jelentkezik, hiszen Gaspari Biboros nyugdíjba megy, és utána már Pacelli az államtitkár, ő a főkapuőr. És itt tulajdonképpen minden olyan, hogy fogalmazzam talán, minden olyan kompetenciát, mai divatos kifejezéssel megszerez, ami később a világegyház irányításában, a világegyház működtetésében számára kell és nélkülözhetetlen. Ebből fakadólag azt gondolom, hogy egy olyan személy jelenik meg a Szent Péter trónusán, aki pont abban az évben, amikor elindul a világtörténelem legdurvább, legkegyetlenebb folyamata, a második világháború. 1939-et írunk, ugye 11. Pius pápa 39. február 10-én meghal,
itt hagyja ránk, vagy a világtörténelemre ezt a, azt a rendkívül cizellált örökséget, ami ő rá jellemző, és hát tulajdonképpen 1939. március 2-án 63 bíboros bevonul a konklávéba. A legtitokzatosabb tevékenység ma is azért a pápa választás. Nagyon kifinomult diplomáciai aktusának a modellezése, és ebben az esetben hát tulajdonképpen van azért egy törvényszerűség, amit az egyháztörténészek szoktak mondani, hogy ritka az, amikor a kapuőr, az államtitkár lesz a pápa, de ebben az esetben ez természetes. 1073-ban fordult elő, amikor Hildebrand szerzetes. Hát akkor tényleg nagyon ritka, ugye? Gyerke. 1073, és igen. Utána 1939. Amikor egy kapuőrből pápa lesz, Hildebrand szerzetes 7. Gergely révén pápa lett egyébként. Tehát ebből a szempontból ez egy nem egy gyakori. Elnézést, kiírtam magamnak egy ilyen, hát ez ilyen, vagy így volt, vagy én, hát valószínű, hogy így volt, hogy följegyezték, hogy 11. Pius, ugye, ő is betegeskedett, van olyan körlevele, amit úgy írja, hogy hozzájöttek a beteg ágyához látogatni, azt megelmítem, és ő ezt mondta Pacelliről, hogy mindjárt olvasom, sokat dolgozik, jól dolgozik, gyorsan dolgozik, majd halkan, mintha csak önmagával beszélne, megjegyezte, milyen szép pápa lesz. Ezt hallva a bíborosi kollégium dékánja, bizonyos Di Belmonte bíboros, azt megjegyezte, ez a pápa mindent maga akar csinálni, legalább annyit engedjen, hogy az utódát mi válasszuk meg. Tehát tulajdonképpen egy, és aztán utána persze megválasztották. Igen. Illetve ez is érdekes módon úgy volt, hogy ugye megválasztották, és akkor azt mondta Pacelli, még nem pápa, hogy tanácskozzatok még egyszer, ha tényleg engem akartok. De jól olvastam ezt, ugye, jó helyeken is stimmel. Itt meg azt gondolom, megint csak pszichológia. Tehát egy pápának és egy általában egy vezetőnek úgy is kell működtetni egy rendszert, hogy amikor kell, akkor példát mutat, és akkor tulajdonképpen fölvállalja a nehéz döntéseket, és úgy is kell működtetni egy rendszert, hogy tulajdonképpen okosan úgy tudja a döntését társadalmasítani, hogy a körülötte lévő környezet dominánsai, és itt ebben az esetben a bíborosok, elfogadják, és egy picit úgy érezzék, hogy a döntés az övüké. Na most talán átjön így az éteren keresztül is, hogy ezek történelmi idők. És nyilván a Vatikán sem minden esetben egységes, és a bíborosi kollégium sem egységes. A bíborosi kollégiumban is különböző típusú, különböző habitusú, különböző családi tradíciókkal rendelkező emberek ülnek. És a pápának mégis minden döntését úgy kell társadalmasítani, és ez nem csak a 39-től 56-ig terjedő, nagyon kemény időszakra érvényes, hanem napjainkra is. Meg a 20. századot megelőző évszázadokra is, hogy az egyetemes katolikus anyaszentegyház döntését egységesnek lássák a hívek. Még akkor is, hogyha, és nem akarok napjainkban belemenni azokba a jelentős dogmatikai, egyházpolitikai vitákba, amelyek a jelenleg is ugye zajlanak a katolikus egyházon belül, mert ez már messze vezetne, ez inkább már egyházszociológia, és ez nem az én területem, de a döntéseknek és a hívek számára megfogalmazott, akár enciklikákban, akár apostoli konstitúciókban közvetített
üzeneteknek, még ha vitatkozni is lehet róla, mégis azért egyfajta egységesebb irányvonalat kell szabni. Ami persze nem zárja ki, hogy nyilván akár bíborosi szinten, akár nemzeti zsinat szintjén, akár esperesi kerületek szintjén, ugye a koronák szintjén, mert az egyházban az is csodálatos, hogy az egyházban működik egy szubszidiaritás. A szubszidiaritás ez egy politológiai vagy jogi fogalom, alkotmányjogi vagy jogi fogalom, ami azt jelenti, hogy az adott szinten meg lehet vitatni, és az adott szinten dőlnek el az ügyek. Ezt kevesen tudják, és ezt én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor azt mondják, hogy a katolikus egyház egy nagyon szigorúan hierarchizált szervezet, az is. Igen, hierarchizált szervezet, mert nyilván szervezeti szintek vannak, de mint csodálatos szervezet, a plébániáktól fölfelé, esperesi kerületek, aztán püspökségek, érsekségek, nemzeti egyházi zsinatok, és maga az egyetemes katolikus egyház szintjén a döntések megvitattatnak megvitattatnak az adott szinten lévő személyek kompetencia szintjén. És ezért tud horizontálisan és vertikálisan rendkívül gyorsan társadalmasulni az egyházi döntés. Ezért még máig is azt mondom, hogy a társadalom legjobban működő hálózati rendszere, és most ezt pozitívan mondtam, hálózati rendszere a katolikus egyház. Ezért tudtak a hívek tulajdonképpen olyan gyorsan reagálni, akár a vörös diktatúra, akár a fekete diktatúra, akár Sztálin által támasztott kihívásokra, és ezért tudtak olyan gyorsan reagálni a Hitler által támasztott kihívásokra. A Sztáliné az ugye egy elhúzódó, a Hitleré meg egy totális letámadás volt, ahogy múlt alkalmakkor ezt megemlítettem. És hát tulajdonképpen ez volt a 20. század egyik legrövidebb konklávéja. Avval is, hogy fölveszi a Pius nevet, azt jelzi, hogy folytatja elődjének az útját. Folytatja azt az eltökélt politikát, ami jellemző rá a diktatúrákkal szemben, és most ne csak a diktatúrákról beszéljünk, hanem a megint csak egy kifejezést használok, ami napjainkban is megvan, az újraevangelizációval szemben, mert azt gondolom, hogy az emberiség megváltása, ez egy újraevangelizáción keresztül ment akkor is végbe, meg most is. És a két újraevangelizáció az egy folyamat. Akkor a diktatúrák embertelen és a második világháborút jelentő kataklizma, kohó, az egyént a családtól elragadó történelem viharának tekintjük a második világháborút, ma pedig szintén azért a világ több pontján dörögnek a fegyverek, a világ több pontján emberek egymásnak esnek, emberek milliói hagyják el úgy a szülőföldjüket, hogy nem gondolnak abba bele egyébként, hogy máshol sem lehet könnyebb újra kezdeni, és civilizációk esnek ma is egymásnak. Csak ez lehet, hogy ma az emberek tudatában nem áll össze úgy egy rendszerré, mint a első és második világháború gyors történelmi kataklizmájában. Hát akik gondolkodnak, azért ez nagyon is összeáll. Igen. De műsoridőnk végére értünk, úgyhogy innen folytatjuk majd, hogy pápává választották a konklávén Pacellit, és azt mondta a konklávé tag bíboroseinak, hogy hívjatok Piusnak. Innen folytatjuk majd a beszélgetést Bertalan Péter történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársával. Korvin lapok. A Karcefem történelem óráját hallotta Papendrével.